Jó estét kívánok mindenkinek ezen az első téli hideg napon. De azt gondolom, hogy az, amit betölti a termeket, az azért a melegség. Mindig az volt a szokásunk, hogy a Magyar Kultúra Napján valami rendhagyó, valami nagyon értékes, nagyon jó kiállítást rendezzünk. És amikor Lacival, Gyulán láttuk ezt az anyagot, akkor azt gondoltuk, hogy ennek itt van a helye, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek megnézni, hiszen olyan értéket képvisel, ami a magyar festészetben nagyon fontos. Én nem fogok menni többet beszélni, mert nálam szakavatottabbak fognak mindenről beszélni. Kívánom, hogy érezzék magukat nagyon kellemesen. Az előző évhez hasonlóan a Magyar Kultúra Napját idén is kiállítás megnyitóval ünnepelhetjük meg. Ma egy kiemelkedő 20. századi alkotó, a Kossuth Díjas festőművész és grafikus Kohán György kiállításának megnyitója következik. Tisztelettel felkérem Ibos Éva művészettörténészt a kiállítás megnyitó beszéd elmondására. Sokat és sokszor beszéltem és írtam már Kohán művészetéről, hiszen azzal kezdtem múzeumi pályafutásomat, hogy Gyulán, ahová a Kohán életmű került, fiatal múzeológusként számba vettem és beletároztam a teljes életművet. Később is folyamatosan tanulmányoztam. Így joggal gondolhattam sokáig, hogy vele kapcsolatban már nem érhetnek meglepetések. Tévedtem, és most egy személyes élményemet szeretném elmesélni, nagyon hasonlít ahhoz, amit itt átéreztem ezek között a falak között. Amikor pár évvel ezelőtt a Makkói Múzeumban volt dolgom, a barátságos kutató szobába lépve legyökereztem, mert egy addig élőben még nem látott Kohán remekre bukkantam. Pedig nem ez volt ott az egyetlen látnivaló, a falak szinte teljesen tele volt a kényenségekkel, Makóhoz köthető írók és költők relikviáival, Darvas József, Sinka István, Veres Péter, Németh László, József Attila és Juhász Gyula fotográfiáival, leveleivel. Szinte nem is tudtam, hogy mit nézzek inkább. Kohán György emblematikus sűrűségű képe persze egyszerűen uralta a helyiséget. Két fekete bivaj feje, a háttérben vörösen izzó napkoronggal. Láttam már hasonlót, de mégis. A következetes és kompakt megvalósítás sokat szóra is meglepetésszerű élményt idézett elő. Mert egyszerre kevés és sok, ami az ő képein van. Kevés a motívumok számában, a formák lakonikussá stilizált tömszerűségében, a felületek, illetve tónusok egyneműségében, de ugyanakkor sok. A motívumok szimbólumértékűségében, a formák összegző nagyvonalúságában, a redukált színvilág jelentésességében. A makkói bivajok akár itt is lehetnének, mondjuk pont ott a pásztor mellett, hiszen azoknak a műveknek a sorába tartozik, amelyek az alföldi létállapot jellegzetes motívumait jelenítik meg, egyfajta időtlenségbe merevített, dekoratív tablóbeállításban. Legjobb képei mind ezt közvetítik, és azok itt is vannak érdekes módon, gondolom Katalin ízlésének köszönhetően. A hazafelé, a Vásárhelyi utca, a Föld és Kozmosz, a Göncöl, a ház tövéből, hogy csak néhányat említsünk. Ezek a legkohánosabb Kohán művek, és ez az a műcsoport, amellyel Kohán az alföldi festészet egyfajta betetőzéséhez jutott. Pedig a tisztes iparos családba született Kohán Györgynek nagyon sok nehézséget kellett leküzdenie ahhoz, hogy festővé váljék. A szülőváros támogatásával kezdte meg tanulmányait a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1927-ben, de már a start sem volt szerencsés, mert a konzervatív ízlésű Glac Oszkár osztályába került, ami az indulatos, robbanékony Kohán számára végzetesnek bizonyult. Glac Oszkár valószínűleg nem csak szakmailag nem tudott mit kezdeni az alföldi fiú nyers tehetségével és bárdolatlan viselkedésével, pedagógusként sem sikerült hangot találniuk, akkora afféja támadt kettejük között, hogy Kohánnak az első év után távoznia kellett a főiskoláról. Ettől kezdve autodidaktaként képezte magát tovább. Hamarosan Párizsba utazott, szinte egy fillér nélkül, ahol festményeket másolt. Jó iskolának bizonyult.
14 hónapig maradt Franciaországban, ám kimenetele előtt és hazatérése után is rendszeresen részt vett hazai kiállításokon, a Nyugat tárlatán, a Nemzeti Szalonban. Azzal, hogy hazatérte után 1933-ban Hódmezővásárhelyre költözött, s alapított tagként részt vett a Tornyai János Társaság megszervezésében, döntő fordulat állt be a szakmai életében. Ezzel az elkötelezett gesztussal ugyanis Kohán letette voksát a tornyai féle, az erkölcsi és érzelmi azonosuláson nyugvó, céltudatos tematika mellett, az úgynevezett alföldi művészet mellett, amiből valami különösen időtállót hozott létre. Az ő képei ugyanis nem pusztán látványélmények, hanem summázatok. Sűrűek, mint egy embléma. Jelentésesek, mint a szimbólumok, s ezáltal túlmutatnak önnön konkrét témájukon. Kohánnak nincsenek is hagyományos értelemben vett megszokott műfajai, hiszen a fejkendős parasztasszonyok nem portrék, még a Beethoven fej sem portré. Ugyanígy nem zsáner képek, a hazatérő bivajok, a lemenő nap alatt álló pásztor, de még a csend életnek látszó képei sem követik az úgynevezett natura morte hagyományait, hiszen az ő virágcsokrai élőlényekhez illően pózálóan dinamikusak, pont úgy, mint a kohányi nem tájkép tájak, amelyeknek szélfújta facsoportjai sem táji jellegzetességekről tudósítanak, hanem az alföldi lét természeti erők által való meghatározottságáról. A gondolat komolysága, a mondani való etikai kényszere minden területen érvényesül, könnyednek ható grafikáin is. Kohán ízig-vérig festő volt, de sok más művészhez hasonlóan ő is mindig rajzolt, így tetemes mennyiségű rajzi anyag maradt utána. Ezek zavarba ejtően sokfélék, s mivel nagyon kevés hiteles írásos dokumentum maradt utána, tárgyi anyag meg szinte semmilyen, úgy is vehetjük, hogy ez az ő naplója. Kohán nem úgy rajzolt, mint a grafikusok, hanem mint a festők. A grafikus számára ugyanis a rajz a mű végső beteljesülése. Ezért a puszta fekete vonallal kell a gondolati befejezettség állapotába eljutni. A festő számára viszont a rajz meg lehet értékes, de mégiscsak köztes állapot, amely betetőzéshez, azaz a festményhez vezető utat kövezi. A szabad kézi rajzzal rögzülnek az első ötletek, itt találja meg egy-egy figura a legkifejezőbb testhelyzetét, az alakok az egymáshoz való viszonyukat, s mindeközben érlelődik a kompozíció összessége. Van úgy, hogy a rajzok csupán skálázáshoz hasonló új gyakorlatok, olykor csak gondolati zsengék, máskor technikai próbálkozások. Mindenre találunk példát a Kohán után fennmaradt 2300 rajzban, de érdekes módon egy valamire nem, az alföldi szellemiséghez való kapcsolódásra. Soha nem rajzolt tájat, se házat, mert ebben a témában egyszerűen nem volt szüksége vázlatolásra. Magyarul azért nincs tanyarajza, mert Kohán az alföldi festészettel önazonos volt. Ezért nem süllyedt Kohán a feledés homályába 1966 óta, hisz képei nem csak a felszínt karcolja, hanem a magyar sorsnak és az alföldi életformának állít emléket meglehetős őszintességgel és kíméletlenséggel. Mint említettem, csupán egy kicsit hosszabb mondat, zárásként is szubjektív. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Talán ennél még jobban örülök annak, hogy Kohán képei itt vannak. Soha nem gondoltam volna, hogy a Gyuláról ebben a nagyon szép házban, a Dabasi Kossuth házban, a falakon fogom viszont látni azokat a műveket, amelyekről nem győzöm hangsúlyozni a az életem első muzeológusi 10 éve telt Kohánnal. Azt hittem, hogy minden vonalát ismerem. Az előbb, amíg hallgattam a beszédeket, két olyan ecsetvonást fedeztem föl ezen a képen a hátam mögött, amit eddig nem vettem észre.
Köszönöm szépen Tapodi Katalinnak és Kerekes Lászlónak, hogy elhozták ide ezeket a képeket, és önöknek pedig köszönöm a figyelmüket. Nagyon örülök, hogy itt vannak, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen!
Mag Televízió. Önökért vagyunk.